Állatoknál említettem már korábban itt a lapszemlénél, hogy állatkínzással kapcsolatban elképesztő dolgok történtek az elmúlt időszakban Budapesten, Magyarországon, és itt van már velünk Nyakas Gábor kutyatréner, illetve Ozzi, akit hozott magával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogyan lehet a kis kedvencünknek megtanítani azt, hogy ne egyen meg semmit, csak azt például, amit a gazditól kap? Nagyon sokféleképpen, és mi úgy hívjuk, hogy az élelem megtagadás funkciókörét két részre bontjuk. Az egyik, amikor jelen van a gazda, tehát megvan a felügyelet, akár pórázon, vagy akár póráz nélkül van a kutya, de figyelemmel kísérjük a kutya viselkedését. Ilyenkor én azt gondolom, hogy 100%-ban meg lehet tanítani a kutyákat, hogy ne figyelnek fel dolgot. A másik, ami nagyon nehéz, amikor nincs a kutya közvetlen felügyeletünk alatt, tehát erdőben sétálunk, és akár csak 10-15 méterre távolodik el tőlünk, de a növényzet miatt nem látjuk, hogy szaglászik, vagy éppen megpróbál valamit felvenni, ezért a tréningek során arra is tanítjuk a kutyákat, hogy nem jó felvenni valamit a földről, mert attól kaphat negatív élményt. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, a természetben élő kutya, vagy farkas, vagy kutyaféle, vagy a farkas, maradjunk a farkasnál akkor az előző eset kapcsán, hogyha megpróbálja megenni a sünt, valamelyiket megtudja, valamelyik megszúrja, ugye mi abból indulunk ki, hogy mondjuk induljunk ki Afrikából, ahol azért a sün is komolyabb, mint itt, de maradhatunk akár a békáknál itt az országon belül, megtanulja az a farkas, hogy a sűn megszúrja, a békának nagyon rossz az íze, tehát ilyen módon belátásos tanulással tanul. Ez a rész, én szerintem nem lehet, ezt a résznél nem lehet 100%-osan megtanítani a kutyákat, különösen egy nagyon ösztönerős kutyát, de egy 90-95%-os sikert ezeknél is el lehet érni. És hogyha a kutyát egyébként pedig jól tartjuk, legalább kétszeretetjük egy nap, ugye ennek több hasznos oka is van, akkor nagyon nagy valószínűséggel nem fogja felvenni. A legnagyobb probléma az, hogy a gazdák a kész gyakorlatot akarják megtanítani éles helyzetben, és hát erre hoztam pár példát, ami nagyon hasznos tud lenni a nézőknek is, ezt bárki otthon mindenféle szakember segítsége nélkül el tudja kezdeni gyakorolni. Nézzük is meg akkor. Jó, egy nagyon egyszerű dolgot, egy üres műanyagos dobozt, aminek a tetejét kiukasztottam, megtöltöttem néhány szem virslivel, ugye nyilván ezt leteszem, nagyon fontos, hogy ezzel nem lett rajta gazda illata, tehát megkérek valaki ismerős barátot, hogy ő helyezze el a séta útvonalamon, és nyilván, amikor a kutya megtalálja, nem tud egyből hozzáférni, van időm a pórázzal megmutatni neki, hogy képes vagyok megállítani. Tehát itt a lényeg az, hogy ezen nem lehet rajta a gazdinak az illata. Elhoztam a teniszütőmet, de ez jó a tollaslabdaütő, bármilyen fallabdaütő, én egyébként ezzel szoktam kezdeni, miután, nagyon fontos megjegyeznem, hogy a kutya tudja, hogy a póráz jelzés mit jelent, tehát addig senki ne kezdje el, még nem tudja olyan korrektül kezelni a pórázt, aminél a kutya érti, hogy mi az, hogy nem szabad. Tehát ugye egy határozott póráz rántással meg tudom mutatni a kutyának, hogy amit éppen csinál, azt nem teheti. Ugye beteszem a teniszütő alá a csalifalatot, amit rosszul mondva megint csak nem én teszek be, hanem megkérek valakit, és megmutatom a kutyának, hogy képes vagyok a póráz megfelelő használatával elérni, hogy nem veheti föl. Nem. Ami nagyon fontos, hogy meg tudok győződni arról, hogy a kutya nem csak meg akarja szagolni, hanem valóban hozzá akar jutni, tehát meg akarja szerezni a jutalomfalatot, de az ütő húrozása miatt nem tudja. Tehát itt az a lényeg, hogy ebben nem tudom eldönteni, hogy ki is venni vagy sem, itt pedig egyértelműen el tudom dönteni. Egyébként ő vele talán egy vagy két alkalmat kezdtük a gazdiával ezt gyakorolni, és ugye nagyon egyszerű a dolog, itt meg tudjuk tapasztalni, hogy milyen gyorsan, milyen ütemben, milyen erővel kell a pórázt megrántani, itt sajátítom azt el, hogy képes vagyok megállítani, és utána jöhetnek az ilyen és ehhez hasonló különböző trükkök. Néhány hetes gyakorlással nagyon szép eredményeket lehet elérni, de ahhoz, hogy ez tartós maradjon, azért ez hosszú hónapok. Vannak kutyák, amelyek nagyon ösztönerősek, akár egy évre is elnyúlhat ennek a dolognak az elsajátítása, hiszen közben a kutya fejlődik, fejlődnek a képességei, az ösztönei, és hát ezt nagyon sokféle csalival eljátszuk, mire a kutya megérti. Én azt gondolom, hogyha ezeket a lépéseket megteszi a gazda, akkor menni fog. Egyébként mi a hónap végén egy teljesen ingyenes tanácsadást fogunk tartani, minden évben többször megtartom ezt. Most a hónap végén pontosan nem tudom, hogy a szombati vagy az utolsó szombat vagy utolsó vasárnapján Budapesten a Hajógyári szigeten, a Margit szigeten is egy teljesen ingyenes, mindenki számára látogatható előadás keretén belül, aki kérkezik kutyájával, megmutatja
látjuk, hogy hogyan tudja ezt elkerülni, és ezek egyébként az én weblapomon vagy social médiás felületeimen megtalálhatók lesznek az időpontok, helyszínek. Nyakas Gábor, nagyon szépen köszönöm.